Most már szintet kell lépni, és egészen más, nem ilyen titkosszolgálati James Bondok mennek, és akkor ilyen fedett akció. A fenét ki kell jönni a fényre, és ezeknek a szervezeteknek nyílt háborúban gyakorlatilag Amerika érdekeit kiszolgáló embereket, szervezeteket, mondom a tudatipar szereplőit meggyőzve, és az emberek agyát átmosva bele kell avatkozni Amerika érdekében különböző országok belügyeibe. Hát erről ír 91-ben. És akkor itt van a örök valóság, Pressman meg dumál a Soros Egyetemen hülyeségeket. Volt az európai civil törvény, és akkor hát abban azért elég komoly dolgok lelettek fektetve. Mint például az európai civil nyilvántartás, meg a tagállamok kezéből kivenni azt a jogot, hogy milyen feltételekkel lehet nyilvántartásba venni szervezeteket, tehát ez egy építkezés. És az lesz a nagy kérdés, hogy ez hol fog folytatódni. Mert folytatódni fog, ugye most megállt ez a történet, most indul majd ez a jogalkotás, illetve válik majd utána később hatályossá. Úgyhogy nyilvánvalóan az, amit történik akár Magyarországon, akár más országban, ilyen jellegű beavatkozás keretében, ennek mindig van egy brüsszeli lába. Most, hogy jönnek be a közvéleménykutatások a csatatér államok tekintetében, és tényleg van olyan, amely már Harris-t hozza ki győztesként Trumphoz képest, ez lehet, hogy hozzáadott ehhez a nagyívű beszédhez, legalábbis a bátorság szempontjából. Én őszintén reménykedem és kívánom, hogy Pressman úrnak ne jöjjön be a számítása, és vagy így, vagy úgy, de ősszel, őszvégén, vagy télen, vagy esetleg legkésőbb jövő év elején el kell hagynia a jelenlegi állomás helyét.